Sziasztok, ez egy elég érdekes hely itt Krabi mellett, a Smaragdmedence, az Emerald Pool, ahova el lehet jönni egy kis buszos kirándulás keretében, szétnézni meg, mártózni egyet ebben a valóban érdekesen kékes, zöld színű medencében, természetes medencében, és olyan kis vízfolyások vannak, ezeken érkezik be a víz, ami egyébként egészen kellemes, és még azt is mondhatnám, hogy langyos vagy meleg, tehát nem hűvös vízi forrásról van szó, úgyhogy most itt töltjük a delünket, vagy a késő délelőttünket, és nem is tudom, még mit akartam mondani. Igazából azt hiszem, a tegnapi napról akartam egy kicsit beszámolni, mert hogy a tegnapi nap elszaladt velem itt egy kicsit aló az étkezés terén, de az is leginkább az esti csokoládézáson múlott. Még a duty free-ben ide felé vettünk 600 g-nyi, várjunk csak, 60 deka, igen, 60 deka, több mint fél kiló svájci csokit, és egy kicsit tegnap erre rájártunk este, vagy rájártam este, mondhatni így is, és összeszámoltam a kalória bevitelemet, és bizony tegnap éppen hogy csak többet égettem el, mint amennyit bevittem, úgyhogy annak ellenére is, hogy végig szorteleztük a napot, és megpróbáltam megsaccolni, hogy hány perc úszást jelenthetett a tegnapi program, és ezzel hány kalóriát égettem. Úgy tűnik, hogy azért az ember egy kicsit úgy tudja magát tuningolni édességgel. Tehát rendes kajából nem fért belém annyi, csak azt tettem volna, amit úton útfélem megkóstolt a család, még megkóstoltam én, akkor semmi gond nem lett volna a kalóriabevitellel, így, hogy azért este jó pár törésnyi csokoládéval rövidebbé tettem azt az óriási táblát, azért egy kicsit úgy láttam a kalóriabázispontban, hogy éppen hogy csak ugyanannyi kalóriát égettem el, mint amennyit sikerült ebben bevinnem. De azért ezzel úgy gondolom, hogy alapvetően nincsen baj, nyaralni van az ember. Nem azért vagyok itt, hogy sanyargassam magam, inkább csak arra szeretnék vigyázni, hogy ne nagyobb testűvel érkezzek haza, mint ahogyan kijöttem. Bár alapvetően még ezzel sem lenne gondom, mert hogy annyira lefogtam, hogy tulajdonképpen ha egy-két kilót felszednék itt, akkor az otthon nagyon könnyen lemenne már újra. Úgyhogy csak óvatosan a reptéri vásárlásokkal és a reptéri csokoládékkal, meg mondjuk, hogyha az ember nagyon koktélos, akkor 3-4 koktél után azért szintén sípolna, már ha tudna ilyet csinálni a kalóriabázispontú, hogy ennyi a és már tessék abba hagyni és vigyázni a kalóriabevitelre, vagy tessék gyorsan nekülátni, hogy mi is ezzel nyert kör. Úgyhogy ezt akartam csak elmesélni nektek. Sziasztok!